Varga Jánosnak hívnak, és 17 éve foglalkozom ezzel a, ezzel a szakterülettel. Egészen pontosan, pontos dátuma van ennek, mert 2000. Decemb, 2000 december 3-án volt egy frontális ütközésünk egy kamionnal, és akkor nem tudtam én azt akkor még, de berobbantam ebbe a világba, vagy ez a, robban, ez a világ robban be az én életemben, nem tudom. A lényeg az, hogy nagyon röviddel ezután egy tanfolyamon találtam magam, és ugye hát ennek itt helye van, mert hogy ez a, a tanfolyam, ez a Kovács András tanfolyama volt, amikor csupa olyan dolgokat hallottam, amiről addig én soha életemben nem hallottam, még addig tudtommal nem tudtam. És ennek a folyamatnak egy elég rövid következménye volt, hogy találkoztunk egy dombrádi táborban a Józsi barátommal, és hát annak a tudásnak... Gyere! Elsősorban a technikai, meg hozzáállási részből én nagyon sokat köszönhetek a Józsinak. Úgyhogy ők nyilván többen ismeritek őt, mint engem. Még. És és ez a, ez a barátság, ez oda, vagy ez a kapcsolat ez oda, oda jutott, vagy ö, oda fejlődött, talán ez a legjobb szó, hogy ö, szakmailag és emberileg is ö, tudunk partnerek és társak lenni. Tehát azt mutatta meg nekem a Józsi, hogy hogyan lehet úgy csinálni, hogy ö, itt van komám gyere, így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, kérés nélkül. Úgyhogy. Ö, technikai részben én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, olyan alapot adott, ami, ami ne lehetett indulni és föl lehetett építeni azt, meg úgy, ahol ez most tart. Úgyhogy én ezt személyesen is nagyon sokszor elmondtam már neki, de így nyilvánosan is, mert hogy ez, hogy ez így van. Tessé? <laughs> ez hozzátartozik. Úgyhogy a, a gerincsel és a lélekkel fogunk foglalkozni a mai napon. Egészen pontosan, hogy, hogy a, a gerinc és a lélek hogyan függ össze. Hogyan lehet a, a lelket gyógyítani a gerincen keresztül, a gerincet gyógyítani a léleken keresztül. Hogyan kapcsolódik ez? Ezt fogjuk a mai napon golcső alá venni, ezt fogjuk boncolgatni. És fölteszünk még egy jó néhány kérdést, hogy melyek a leggyakoribb gerinc problémák? Miért ott a leggyengébb, legsérülékenyebb, legféltettebb? Milyen módon van jelen a fájdalom mögött a lélek? Milyen gyors, fájdalommentes megoldási lépések? Van-e van -e olyan fizikai elváltozás, ahol nem alkalmazható ez a terápia? Miben különbözik ez a módszer minden a piacon lévő más módszertől, és miért? Ö, Fontosnak tartom azt, hogy kérdéseket tegyünk föl. Kérdéseket tegyünk föl a környezetünkkel kapcsolatban, önmagunkkal kapcsolatban, és találjunk is rá, akarjunk válaszokat találni a föltett kérdéseinkre. Én abból a korból származom, amikor még nagyon, nagyon nagy divatja volt annak, hogy addig fiam, amíg az én asztalomnál eszel, addig az van, amit én mondok. Majhamán a saját, van nagyon szépen is, kenyeredet eszed, aztán van egy másik része is a kimeneti oldal, hogy amikor a sajátodon csinálod, akkor majd azt csinálsz, amit te akarsz, de addig, amíg, addig az van, amit én mondok. És akkor ott nem nagyon volt helye a, a kritikának, vagy a kérdésföltételnek, mert az van, ami van, kész. Ezt nyilván ismerjük, ugye? Tehát ez úgy nagyjából megvan. Most viszont azt gondolom, hogy, hogy helye van annak, hogy kérdéseket tegyünk föl, és igenis, hogy keressünk rá válaszokat, megfelelő válaszokat. A, az egész, gyere, 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 az egész munkásságom arról szól, hogy, hogy igyekeztem kérdéseket föltenni, és minél mélyebben haladok ebbe az egész ismeretanyagba, egyre több kérdést teszek föl magamnak, és egyre másra Más típusú válaszokat is igyekszem meghallgatni, hogy ez az egészet ne szabdalt legyen, hanem ezzel kiegészült. Van-e olyan köztünk, akinek semmilyen problémája nincs a gerincével? Köszönjük szépen! Neked? Hát, Isten hozott. Mondd el a többieknek, hogy hogyan csinálod, és akkor addig én ki is mennék. Jó. Milyen módon van jelen a lélek a fájdalmak mögött. Mit gondoltok? Ezt az egész testet, ezt a háromdimenziós valóságot, ezt uh, mi irányítja? Van egy intézmény itt belül, a gombok alatt, amit úgy hívunk a Szecson mögött van egyébként, valahol itt, a szívben, és ezt úgy hívjuk, hogy lélek. Ahogy ő érzi magát, úgy működik a fizikai testünk. Tehát, ha jól érzi magát, akkor rendben van, ha kevésbé érzi jól magát, akkor van mind dolgozni. Ez igazából ennyit jelent. És nekünk az a feladatunk, hogy a, a lelkünk egyensúlyát helyre tudjuk rakni, azért, hogy a, a gerincünk egyensúlyba kerüljön. Ez erről szól. Melyek a gyors, fájdalommentes megoldás lépései? Nem szeretem azt a szót használni, hogy csontkovácsolás. Azért, mert a csont az egy érzékeny terület, a kovácsolás meg egy hangos dolog. Tehát, hogy én alapvetően finoman szeretem megoldani a dolgokat. Nyilván, hogy két keze, két lába. Egy feje van az embernek, normál esetben egy gerince. Ö, hát normál esetben legalább egy van. Én már láttam olyat, akinek van. Olyat is láttam már, aki használja. Ö, és ö, sokszor megtapasztalhattam azt, hogy ö, amikor a csontkovács belenyúl, és megtekeri, és megrántja, és nem tudom, az nem finom érzés. És kerestem a megoldást, hogy ezt lehet-e másként lehet-e úgy, hogy nem csak egy, egy fizikai beállt állapotot egy erőhatására mozdítok én ki, és akkor aki ennek a részese, az meg tűri, vagy valami van vele. és persze az eredmény az megvan. A kérdés az, hogy ezt lehet-e másképp csinálni. Igen, lehet. Méghozzá ezt úgy lehet, hogy az ember bevonjuk abba a tevékenységbe, amit csinálunk. Bevonjuk őt. Bevonlak téged. Bevonjuk egymást, és együtt vagyunk jelen egy térben. És ö, fájdalom okozással, hogyha valaki megtanulja a lépéseket, akkor, és erre rutinszerűen, készségszinten tudja a fogásokat, akkor nagy, nagy bajt nem lehet csinálni. Sőt, kimondottan előnyt lehet a, az emberek segítése okán ebbe az irányba elmozdítani, de hogy ezt lehet-e másként? Úgy, hogy ez biztos, hogy nem fáj soha semmelyik része. Na, az a kérdés, hogy ezt meg lehet -e csinálni. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy igen. Van-e olyan fizikai elváltozás, amire ez a, ez a, módszer nem alkalmas? Igen, van. Tehát, hogy van, van, amire nem alkalmas. Tehát amikor olyan állapotú a gerinc, hogy azt nem lehet megmozdítani, vagy egyáltalán olyan állapotban van az egész test, hogy ezt nem lehet megmozdítani, akkor a mozgatásos terápiák azok nem működnek. De a terápiának van egy, mint ahogy beszélek róla, van egy nem mozgatásos része, ugye? Ez a felvezetés része, ez a felkészülés része, hogyha én ezt picit másképp is meg akarom fogalmazni, akkor a petting az legalább annyira fontos, mint az aktus. De ezt mindenki érti, ugye? Reméltem. Ö, és miben különbözik ez a módszer az összes piacon lévőtől? Pontosan abban, hogy nem én akarlak megcsinálni téged, hanem azt szeretném, hogy te újra saját magaddal összhangba tudj kerülni. Ez az óriási nagy különbség. Eszem ágában nincs senkit meggyógyítani, senkinek a problémáját elvenni. Ö, viszont, hogyha te akarsz változtatni, akkor, ö, akkor én is egy azok közé tartozom, akik jó partnerek lehetnek ebben. Na és akkor hogyan működik ez? Van egy, ez 2017-es ez, az adat, egy, egy úgynevezett Blue Brain projekt, az agyi struktúrákat kezdték el kutatni. Fölépítettek egy szuper számítógépet, és azt nézték, hogy milyen az agy összetétele. Mert hogy miért fontos ez? Mert hogy a betegségeink oka, okozója, az a lélek lenyomása és az agy túltengése. Tehát túlagyaljuk a dolgokat, és miután túlagyaljuk, a lelkünk pedig nyomorogva senyved. És ennek az az eredménye a test olyan, amilyen. Azért, hogy az agy hogyan működik, azért ezt érdemes megnézni. Több dimenziós univerzumot találtak az emberi agyban. Minden egyes neuron a csoport összes neuronjához kapcsolódik egy rendkívül specifikus módon, amely precíz geometriai objektumokat hoz létre. Minél több idegsejt van egy csoportban, annál magasabb geometri objektum dimenziója. Több 10 millió ilyen objektumot található a legkisebb agyi agy darabkában is, egészen 7 dimenzióig, de egyes hálózatokban akár 11 dimenziói struktúrát is találhatunk. Az algebrai topológiai olyan, mint egy mikroszkóp és egy teleszkóp egyben. Bele tud nagyítani a hálózatba, hogy megtalálja a rejtes struktúrákat, az erdőben lévő fákat, üres tereket, tisztásokat, és mindezt egyszerre magyarázza Catherine Hess. A kutatók számára most az a nagy kérdés, hogy az általuk elvégező feladatok bonyolultsága attól függe, hogy az agy milyen többdimenziós homokvárakat képes kialakítani, magyarázza Henry Makram ideggyógyász. Azt mondják ezek a kutatók, ez ki, most ez júliusban lesz egy éves ez, a, ez az adat, hogy hatalmas homokvárakat hoz létre az ember egy-egy gondolatmintával, majd ezeket elkezdi lebontani. Na most, ez a fizikai valóságunk, amiről beszélünk, amivel most itt találkozunk, ez hány dimenziós? Három, ugye? Amikor már spiritualitással, meg szakraditással kezdünk foglalkozni, ott már megjelenik -meg néha a negyedik dimenzió. De hát az a, onnan még nem jött vissza senki a negyedik volt, hogy most az milyen. Kivéve, hogyha, hogyha az ember mondjuk meditális és kilép a testéből, igaz. Na de, akkor lépjük tovább, hol van az ötödik dimenzió. Meg a hatodik, meg a hetedik, meg a tizenegyedik. És ennek nem tudjuk, hogy hol van a vége. 2017-ben itt tartunk. És amikor ezt az ember elkezdi végig gondolni, akkor, hogy az a gondolat, ami megjelenik a fejedben, hogy az milyen hihetetlen folyamatokon megy végig. És ezt tudjátok, miért fontos nekem? Mert, hogyha az agyban ilyen folyamatok vannak, ez egy struktúra egyébként, így néz ki, így néz ki a, az agy felfedezett 11 dimenziója ennyire összetett. Az, hogy az elágazódások egyébként, azok az aranymetszés szerinti elágazódásban vannak, most ebben nem fog vele menni, de minden elágazódás alapvetően az aranymetszés szabályrendszerét követi. A mi szempontunkból most ez azért lényeges, mert ha a lélek, ami egyébként nem is látható, mert még az agy legalább látható, gondoljuk azt, hogy a lélekben nem legalább ennyire, vagy még bonyolultabb folyamatok vannak. És nem az a kérdés, hogy zajlanak-e. Mert az élet zajlik körülöttünk. Zajlik. És nem pedig csendben, és folyamatban van. A központ és a vegetatív idegrendszer. Az agy, és ezek az idegsejtek, Olyan a rajz szerint, vagy az ábra szerint, minthogyha körülöttünk is így lebegnének az idegsejtek. Pedig hát tudjuk, hogy ezek bennünk vannak. Igen ám, de van körülöttünk egy láthatatlan világ. Ezt úgy hívjuk, hogy aura. És ez nem az aura, hanem az aura. És ennek ugyanígy vannak érzékei, és ugyanúgy működnek, mint az idegsejtek. Ö, amikor bemész a póstára, és öttel előtted áll valaki, érzed róla nem csak a szagát, hanem hogy, a, hogy nyilván be kéne állni egy másik sorba. Mert nem érzem jó itt magam. Vagy nem tudom, hogy mi vonz oda, de, de oda állok. És ezek, ez olyan, mint egy ilyen láthatatlan, érzékelő dolog. Tudjuk, hogy nem látjuk, de azt is tudjuk, hogy van. Hányféle ilyen dolog van az életünkben? Például itt van az első, a levegő, amit tudjuk, hogy van, de nem látjuk. Aztán itt van a gondolat. Az is van, és azt se látjuk. Az energia, az is van. És azt se látjuk. Mi a különbség a két vezeték között, ami az egyikben van áram, a másikban nincs? Látni nem látjuk, de egész más a fogása. És e, ilyen láthatatlan, e, de meglévő idegsejt hálózat van az auránkba, amik érzékeltetik a körülöttünk lévő világot, és van persze egy belül is, egy ugyanilyen rendszer, amik a belső világot érzékeltetik. Na most a belső világ az úgy működik, ahogy a lélek érzi magát a fizikai testben. Így működik. És az én álláspontom az, hogy nem szabad, illetve tévedés figyelmen kívül hagyni, illetve ezt a két dolgot egymástól függetlenül kezelni. Mert amikor ezt együtt kezeljük, párhuzamosan, egyként, akkor bizony az eredmények is ehhez képest olyanok, amilyenek. Amikor létrehozunk egy energetikai teret, és, és ráteszem egy emberre, a hasonfekvő emberre, ráteszem a kezem a, a lelkére, és elkezdem ringatni, ettől kicsit magyartalanul ettől a kézrátevéstől, vagy kézrátételtől, attól, hogy rajta van a kezem a lelkén, és elkezdem őt újra ringatni, akkor az egész test egy ilyen mintázatot vesz föl. A lába újától a haja száláig így ring az ember. És ez létrehoz egy olyan finomra hangoltságot, amitől egy-két perc, és kicsordult a nyála. Nem azért, mert nem tudja lenyelni, hanem mert jó érzés. Mert hogy ebben az állapotban ki tudja, hogy mikor volt ő, csak úgy spontán. És ez már akkor van, amikor a felvezető beszélgetést végigvittük. Amikor már tudja, hogy miért jött ő ide. Tudja, hogy mire számíthat velem kapcsolatban. Tudja, hogy mire számíthat saját magával kapcsolatban és elkezdődik egy finom folyamat. Kívülről haladunk befelé. Szépen kívülről haladunk befelé. Ezt talán ismerhetitek a képet Józsi biztosan. Amikor már elkezdjük a, a csigolyát tesztelni, az nagyon finom érintésekkel jelenik meg a gerinc két oldalán. A gerinc két oldalán finom új nyomásokkal elkezdek végig tesztelni párhuzamosan, és azt nézem, azt keressük, hogy, hogy melyik pont és melyik oldalon érzékeny. Melyik pont és melyik oldalon érzékeny. Tudjuk-e, hogy például a bal oldalunk az miről üzen? Miről szól a bal oldalunk, azt tudjuk-e? A szív, egy kicsit, hát ugye picit-picit harév picit van, de, de nem csak a szív. A, a bal oldal és a jobb oldal egész külön üzeneteket hordoz magában. Tessék? Is? Is? Így van anya, apa, így van. Igen, tehát hogy pontosan így van. Tehát alapvetően a női múlt jelenik meg a bal oldalon, jelen jövő pedig a férfi oldalon. Ez az elengedős, ez pedig az adós irányítós. Tehát, ugye amikor ezt végig teszteljük, akkor kapunk egy képet, egy teszt eredményt, hogy melyik oldalon Melyik szervnél melyik pont mennyire érzékeny? És akkor innentől már kezdünk egy picit közelebb kerülni, hogy akkor hogy is van ez. Az érintéseken keresztül ki lehet azt találni, hogy a lélek hogyan érzi magát a fizikai testben, és hogy ennek a gerinc kilépő ideggyökeinél, amik egyébként eljutnak a legkülönböző szervekig, hogy arra is hatással van? Igen. Egész pontosan így van. És akkor megyünk bélyebb, ugye így néz ki egy idegsejt. Itt vannak a kromoszómáink, Ugye 22 plusz 2. És akkor van itt egy sejt, van itt egy sejtmag, sejtmagban kromoszómák, kromoszómában DNS. Na most olyan 182 méter, 180 centi, 200 centi, tehát 2 méter körül van egy, van egy DNS. És ugye 22 plusz 1 kromoszóma, 3,2 milliárd uh, nukleotidbázis, 26 ezer gén, és azt mondja, hogy 10 a 14-en sejt, ez 5,9 fénynap ha a DNS-sel foglalkozunk, akkor, akkor érdemes azt tudnunk, hogy a DNS-ünk, hogyha minden DNS-t összeraknánk, ezeket a 182 méteres darabokat, akkor ez a napföld távolságát 130-szor tudná megtenni a Holdföld távolságát meg 130 ezerszer. És ez a távolság része. Ezek pedig, ezek az adatok, hogy mennyi információ van a DNS-ünkben. Tudom, hogy most ez kicsit ez így száraz és tudományos, de szeretnék ezen keresztül arra rámutatni nektek, hogy... Hogyha az agyban van 17-11 dimenzió, hogyha a lélek ilyen összetett és érzékeny, ez mind hat a DNS-ünkre, és minden információ megjelenik a DNS-ben. Miért fontos ez? Miért fontos ez egy átlagembernek? Azért, hogy láthassd azt, hogy milyen csodálatos vagy te, és hogy egy milyen összetett rendszert vezényelsz a gondolataiddal, az érzéseiddel, a cselekedeteiddel. Mert ennek az egész rendszernek te vagy a vezetője, senki más. Ha jó irányban mozogsz, akkor ők is jó irányban mozognak. Ha hagyod, hogy a, a rendszer csinálja azt, ami az ő dolga, tehát az öngyógyító képességünkről beszélünk, akkor, és rengeteg negatív gondolattal, fájdalommal, keserűséggel, kishitőséggel, nehézséggel, nem tűzdelett tele a saját életed, akkor ez jól működik. Viszont, hogyha szabad akaratból ezt megteszed, akkor le tudod amortizálni a saját gondolkodásmódodat, és ebből adódóan a saját testedet is. Ugye ez, amit beszéltem, ez 67 milliárd mérföld, az a 107 milliárd kilométer. Az emberi egy kromoszómában 3,2 milliárd genomban van öröklődési egység, információs anyag, alias betű. Ez ezer darab, ezer oldalas oldalonként 3000 betűt tartalmazó könyvet töltene meg. Ha az emberi genomban lévő információs egységet egyenként 160 oldalas könyvekbe írnánk be, ez 12 ezer kötetet adnak ki. Nagyon pici részről beszélünk. Ezt azért, azért mutatom, és azért szeretném, hogyha mondjuk úgy egy, azért tettem azt, hogy bulvár, mert olyan egy kicsit ez, mintha szenzációhajház lenne ez az egész dolog. Hogy 11 dimenzió van az agyban, egy, egy genomban, hány, hány ezer oldalas könyv, hogy ezt az információt, ezt te irányítod. Te, a saját gondolataiddal, a saját lelked érzésein keresztül. Hogyha a gondolkodásmódod és a lelked összhangban van, akkor te is összhangban vagy. Hogyha az agy, túldimensionált, tehát alapvetően agyból ö, éled az életed, akkor viszont pontosan ennek a fordítotja van, akkor a lélek nyomorog. És nekünk az a feladatunk, hogy a léleknek visszaadjuk a saját pozícióját, visszaadjuk a saját rangját. És ez egyedüli, egyetlen módon tud megtenni, meg létrejönni, amikor az agy automatikusan a háttérbe szorul. Ez azt jelenti, hogy alapvetően az agy van elől, és a lélek rendszerint itt, Alól és hátrányba. A lélek az nem fog menni sehova. Az ő, ő ott marad, mindig ott marad. Be kell látni, egyszer eljön az a pillanat, amikor ez nem. Tehát az ego az nem csak azt jelenti, hogy valaki melveregetős, majd én vagyok a háttegé, vagy könnyű veled velem nehéz típusú ember, hanem az is túladja a dolgot, aki kisítőségben szenved. Ah, nekem nem jó. menjen más. Majd én nem. nem. Én. majd amerre a falu megy, én is megyek arra. Jó, az nekem úgy. És megtanítottak bennünket kicsiknek lenni. Megtanították nekünk azt, hogy nekünk nem szabad. Mint ahogy a rúzsamagdé énekli. Nekem nem szabad. Nekem nem szabad. Mélyen beleülteték, belénkültették a lelkiismert fordulást, hogy mondjad, mi mosolyogsz. Jó, a tudsz, oké. Okay. Szóval, hogy igenis, hogy lehet másképp gondolkodni önmagunkról. És ez kiteheti meg, ezt a váltást te, meg én. Eljön egy olyan élethelyzet, amikor, amikor az agy beadja a kulcsot, és azt mondja, hogy szétmegy a fejem, de nem találok rá megoldást, nem tudom hogy ebben mit kell csinálni, nem tudom, hogy ez, hogy, ez hogy, hogy most akkor hogy van. Nem tudom. Na akkor van esélye a léleknek, hogy előtérbe tud kerülni, úgy, hogy ő egy helyben marad. Ez pedig úgy van, hogy az agy. Ide visszajön, és a lélek ott marad. És onnantól kezdve a lélek van elől. Amikor a lélek van elől, megváltozik az egész gondolkodásmód. Hogyan? Teljesen más a, a két intézmény, az agyi intézmény és a lélek intézménynek a gondolkodásmódja, az értékrendje. <kül> Addig, amíg az agy mindent magának akar, és gyakorlatilag mindent elvesz a lélektől nem ad neki teret, addig a lélek pont fordítva gondolkodik. Tehát az agy mindent magának akar, és a lélek pedig háttérbe kell, hogy húzódjon. Minél nagyobb a dominanciája az agynak, annál szűkebb a tere a léleknek. Ez idáig tiszta. Viszont amikor van egy élethelyzet, amit már logikailag nem tud a, a helyzetet, nem tudja az agy megoldani, akkor önként bevonul a lélek mögé, a lélek pedig, minden egyes részfeladatot lead, mint alvállalkozás az agy számára. És akkor elkezd kitárulni a lelked. Mikor van ez? Amikor bármit csinálsz, a fenéktörléstől, a főzésen keresztül, a kapáláson, a piacon való vásárláson át, a hajfésülésen keresztül, minden egyes cselekvés, amit csinálsz, abban jól érzed magad. Érzed, hogy ez rendben van ez így jó. És mindaddig, amíg ez nem, nem, áh, eh, akkor nincs meg az összhang. Az összhang pedig ú, akkor van meg, hogyha a lélek alapból jól dolgozik. A jó dolgozás az azt jelenti, hogy jól érzi magát ebben a te fizikai testedben. Jól érzi magát. Így. Ez a rengeteg adat, amit én itt felsoroltam, ez arra való, hogy, hogy ez a te jó érzésed, vagy rossz érzésed, ez micsoda óriási mechanizmusokat mozgat meg. Hogy érezd azt, hogy ez a 70-100 trillió sejt, ez mind érted dolgozik. Ha érted, hogy érted. Érted? Hogy érted? És képzeljétek el, hogy a, a DNS-nek, ugyanúgy, mint az agyi struktúráknak, ott 11 dimenziója van, a DNS-nek pedig 11 mágneses rétege. És hogyha ezek az adatok igazak, akkor lehet, hogy van több is, és lehet, hogy van még egy csomó olyan dolog, ami, amiről halvány fogalmunk sincs. Halvány fogalmunk sincs, hogy milyen összetett és milyen fantasztikusan brilliáns ez az egész emberi szervezet. Én azt gondolom, hogy ezekkel az adatokkal, ami egyébként normális észsel, hogy most mennyi a tojás kettő egy pár, hát mennyi volna, ahhoz képest nyilván ez egy kicsit ez a... Ez sok, nehéz. Minek? Minek ebben foglalkozni? Ne hidd el magadról, hogy buta vagy. Ne hidd el magadról, hogy nem való vagy semmire. Hidd el magadról, hogy igenis, hogy kezedbe tudod venni a saját életedet, és tudod a saját gondolataiddal és a saját érzéseiddel vezetni a saját életedet. És hogyha van elektromosság, akkor van mágnesesség is. Hogyha van 11 mágneses rétege ennek a DNS-nek, a DNS 11 mélységi struktúrája az agynak, akkor ö, az se biztos, hogy, ö, hogy 70 vagy 100 trillió sejtünk van. Az biztos, hogy senki nem számolta még meg, de valami óriási nagy bázis az, amit te kiviszel a piacra, amivel kavarod a rántást, amivel elmész dolgozni, és éled az életed. Ez arra való, hogy fölébredj és lásd azt, hogy sokkal-sokkal több ez az élet annál, mint hogy sem ö, negatív gondolatokkal, fájdalmakkal, nehézséggel, kudarccal ö, teli a fejed, és ezzel a tudattal éld a saját életed. Hogyan lehet ezen változtatni? Egy pár szó erejéig átadnám a szót a tündinek. Nekünk van egy gyógyközpontunk Budapesten, az Arany Gyógyközpont. Ezt mi ketten alapítottuk, és ketten üzemeltetjük, úgyhogy két diára a tündés beszél erről. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Könyves Tóth Tünde vagyok, szakmámat tekintve én kineziológus vagyok, tehát elsősorban a lelki folyamatokkal foglalkozom, a lelki problémák oldásával foglalkozom. És úgy szeretnék kapcsolódni ez az előadáshoz, hogy egy picit információ szempontból, vagy mélyebb lelki szempontból beszélek nektek a, a DNS-ről, vagy a genetikánkról. Ugye a János itt hosszasan ecsetelte azt, hogy egy DNS hogyan épül fel, hogyan épül fel egy sejtünk, mennyi információt hordoz a testünk, és ezek ugye fizikai síkon megjelenő adatok, a DNS is egy fizikai megjelenése nyilván az emberi testnek. Én az epigenetikáról szeretnék nektek egy picit beszélni. Az epi, az görögül felettit jelent, tehát genetika feletti információkról. Mert hogy a DNS-ünk tartalmaz olyan információkat is, amik fizikai úton nem kimutathatók, nem fizikai, nincs fizikai megjelenésük, hanem inkább csak Információk. Ö, ezek az információk nagyon meghatározzák a, az életünket, mert ö, genetikusan hozunk magunkró, magunkkal egy csomó mindent a családi örökségként, akár a szüleinktől, nagyszüleinktől. Ö, nyilván szerzünk egy csomó tapasztalatot az életünkben, egy csomó traumát begyűjtünk, ami szintén információként tárolva van a sejtjeinkben. És a társadalomban élve, egy, egy népcsoportban élve, egy nép ö, tagjaként élve, onnan is kapunk genetikai mintázatokat. Ezek a mintázatok, ezek a traumák, ha úgy tetszik, akkor meghatározzák az életünket elég komolyan. Ö, nyilván a, a, családi örökség, a visszamenőleg, a, a generációkról hozott stresszek, olyan dolgok, amikről talán nem is tudjuk, hogy a mieink és egy kis búvárkodás, egy kis családi beszélgetés során sok mindent meg lehet tudni a nagyszüleinkről akár, és ebből fölismerhetünk olyan ismétlődéseket, olyan viselkedés mintákat, amiket mi is gyakran alkalmazunk, akár tudattalanul, mert nem tudjuk, hogy miért tekerjük bele magunkat ugyanabba a szituációba, és újra és újra. Sokszor úgy érezhetjük, mintha nem is a saját életünket élnénk, hanem, hanem valaki másét, mert van egy élethelyzet, amit szeretnénk megoldani. Ugyanakkor mindig ugyan ugyanaz, ugyanazt a választ adjuk erre a szituációra, és nem tudunk belőle kikerülni. Ez lehet egy olyan örökség, például, amit egy nagymamánktól hoztunk tovább DNS szinten. Olyan információt, ami. Amitől nehéz, nehéz lehet megszabadulni, főleg, hanem vagyunk rá tudatosak. És ezek az információk nagyon meghatározzák az életünket. Hogyan tudnánk új válaszokat adni ezekre a kihívásokra? Hogyan tudnánk ezeket a mintákat felülírni? Mindenképpen van rá megoldás. Tehát azok a negatív családi minták elsősorban, amiket amiket hozunk magunkkal, ezek, ezekről le lehet válni. pedig úgy, hogy egyrészt tudatosítjuk, tehát szembenézünk vele. Terápiás helyzetben nyilván erre van lehetőség, hogy kiderítsük, akár kineziológiai izomtesztel, vagy van rá többféle módszer, hogy mik azok a stresszek, mik azok a traumák, amik, amik meghatároznak bennünket, anélkül, hogy tudnánk róluk. És ha ezzel szembenézünk, akkor nyilván ezen lehet változtatni. Különösen akkor, hogyha, hogyha hajlandóak vagyunk erre. Nyilván van, aki ragaszkodik ehhez, és nehezen engedi el a, a nehézségeit, de aki megoldást keres, annak mindenképpen tudunk ebben segíteni. És nyilván, ahogy ezek a lelki okok megszűnnek, úgy a testi problémák is sokkal kisebbek lesznek, vagy talán teljesen meg is szűnnek. Ugye az orvostudomány is kezdi már azt elismerni, hogy a, a testi tünetek mögött 100%-ban lelki probléma van. Tehát ez azért régebben nem így volt, de most már, most már talán az orvostudomány is elismeri. Abban tudunk segíteni, hogy, hogy mindazok a válaszreakciók, amik, amik tudattalanul mennek az életetekben, azokat felülírjuk. Akár, akár úgy, hogy van egy szituáció az életetekben, egy emberi konfrontáció, egy olyan emberi kapcsolat, amit, amit nem tudtok lerendezni, amit ugyanúgy, ugyanúgy, reagáltok le mindig, és nem tudtok belőle kilépni. Erre van mód, hogy, hogy ezt a viselkedés mintát felülírjuk. Tehát kikerüljük azt a, azt a legegyszerűbb megoldást, amit eddig próbáltatok, és adjunk egy újféle, újfajta választ erre a, erre a problémára. Ez biztonságos terápiás közegben felidézve ezt a helyzetet, lehet gyakorolni azt, hogy, hogy hogyan lehetne ezt másképpen. Hogyan lehetne szelidebben reagálni, hogyan lehetne esetleg dirohám nélkül lereagálni, vagy bármilyen negatív válasz nélkül lereagálni ugyanazt a helyzetet. És, és így megszelidül a probléma, és újfajta megoldásokat találhattok, és, és könnyebbé válhat az életetek. Uh, és nyilván ezáltal a fizikai problémák is sokkal könnyebben tudnak oldódni. Uh, de mi köze mindennek a gerinchez? Nagyon is, hogy nagyon sok köze van. Mert hogy a, az egész szervezetünket sejtek építik föl, beleértve a csigolyas. is. Ugye négy fő szakaszból áll, nyaki szakasz, háti szakasz, ágyégi szakasz és pedencei szakasz. És az, hogy minden egyes csigolyához nagyon komoly ö, lelki problémák kapcsolódnak, mindegyikhez külön-külön-külön. És persze szervek. Ahogy megyünk lefelé, ugye mindig először a, a nyaki csigolyákat kezdjük el tesztelni, aztán végig a háti csigolyákat és egészen lemegyünk. És minden egyes tesztelés az többször megjelenik. Minden egyes tesztelés többször. Miért kell többször tesztelni? Azért, mert amikor elkezdünk egy, egy terápiás folyamatot, akkor az első, az első teszteléskor találunk valamit találkozunk egy problémával, illetve egy probléma csokorral. És onnantól kezdve elkezdjük ezt közösen együtt ott és akkor megoldani. Ugye a, a gerinc két oldalán nyomunk, én nyomok, te megérzed, amit érzel, és ott abban a pillanatban kérek válaszokat is. És innentől kezdve látod, hogy... Az első nyomás sor, a második nyomás sor, a harmadik nyomás sor között menj, milyen változások jöttek létre? Igen, ám de a változások azok mitől jönnek létre? Mitől? Miközben nem csináltunk még csak semmit, azon kívül, hogy ringattunk. A változások onnan jönnek létre, hogy elkezd a lelked visszaállni egy másabb érzelemvilágba elkezdi magát jobban érezni a testedben. Most, ugye tegnap ö, előadásunk volt, ö, az első aranymedszés előadás Debrecenben, és ma délelőtt kezeltünk, és a, a tulajdonos, vagy vezető, vagy nem tudom, a Magdika, ö, őt is kezeltem, és hogy az, ez most honnan múlt el? Mert hogy a a jobb lapockája az nem emelődött ki, nem lehetett, be volt zárva teljesen. És akkor én elmondtam, hogy ez mitől záródik be? Miért van az úgy, ahogy? És talán egy perc és, vagy kettő talán. És úgy tudtam alányúlni a lapockájának, a jobb oldalon is, mint a balon. Azért, mert a léleknek helyre került és mindegy, hogy is hogy mondjuk, hogy genetikailag, érzésileg, epigenetikailag egyszerűen fölülírtunk valamit. Van két pont a két mutatójam alatt. Van ez a két pont. Két pont között a legrövidebb út az egyenes. Ez ideig tiszta, ugye? Van most egy betegségünk, szeretnénk eljutni az egészséghez. Elindulunk egy úton. Ez olyan, minthogy itt vagyok a folyó erőső részén itt van egy híd, és a túlparton pedig ott van az egészség. Itt pedig a betegség. És elindulok ezen a hídon, abban a tiszta tudatban, hogy el szeretném érni a betegséget. El szeretném érni az egészséget, a betegséget pedig magam mögött szeretném hagyni. És a kereső ember pedig elindul ezen az úton, és igyekszik megtalálni a számára legjobb megoldást. És Gyűjti a tapasztalatokat, ilyen, olyan, amolyan tapasztalatokat. Van, ami nagyon jó, van, ami kevésbé jó, van, ami kitüntetően nagyon jó, és hát van az a, hát inkább hagyjuk, típusú tapasztalat. Igaz? És maradjunk csak a, a mi szakmánknál. Én ugyanígy végigjártam ezt a Oskolát, hogy volt benne nagyon-nagyon kiváló, és nagyon tökéletes, és nagyon-nagyon hasznos. Minden szempontból, na ezt mondom, hogy ez igen, ez rendben van. És van olyan, hogy hát az Isten bocsássa meg kategória. Ö, azok a tapasztalások ö, közben én mindig azt a kérdést tettem föl, hogy én ezt hogy csinálnám. Nekem mi az, ami jó, mi az, ami átvehető akár, vagy tovább vihető, és mi az, ami, hát köszönjük szépen, inkább hagyjuk. És amikor létrejön egy ilyen terápiás helyzet, amikor elkezdem ö, tesztelni a, a, gerincet, jön egy csomó információ. És föltettem azt a kérdést, hogy muszáj ezen a zötyögős úton végig menni? Biztos? Tehát, hogy ö, a Hofi mondta annak idején, biztos emlékeztek még a Báhidi Laci bácsira, a Báhidi Laci bácsi, a Matula bácsi, ő ilyen beszéd. És mondta a fő, hogy jó van, hát legyen szekér, de legalább a zú legyen beton. Tehát, hogy muszáj ilyen lassan végig menni a lőcsös kocsival azon a végtelen rossz düllő úton, vagy veszünk már végre egy gumis kocsit, asszony. Oztalval egy kicsit jobban lehet íberelni a lovakot is. Szóval, hogy van -e olyan megoldás, ami könnyebbé teszi az életünket. Vagy csak tényleg nehéz út van. És én azt mondtam, hogy bár nem tudom, hogy hol van az a könnyebb út, de kell legyen egy könnyebb útnak. Kell legyen egy könnyebb útnak. És ha továbbra is igaz az, hogy két pont között legrövidebb út az egyenes, és az egyik ponttól el akarunk jutni a másik pontig, akkor azt csak így lehet megtenni lineálisan? Vagy így is meg lehet tenni. Már most tudjuk, hogy sem az idő, sem a tér nem létezik, téridő van. Hogy a világ nem egy ilyen lineáris folyamat, hanem az időt és a teret, ha akarjuk, meg lehet hajlítani. Mert mi megtehetjük. Miért tehetjük meg? Azért, mert te ugyanolyan teremtő vagy, mint ahogy én. Én ugyanolyan teremtő vagyok, mint ahogy a Józsi, a Józsi ugyanolyan teremtő, mint a Tündi, vagy az operatőr kollega. Teremtők vagyunk. Mi teremtünk magunknak energiát, aurát, életet, vagy szenvedést. Senki más. Igen, de a templomban más mondtak. Azt mondták, hogy bűnös vagy egy szenvedjél és aki már kikevergőzött a, a vallási pókhálóból, akkor rögtön becsekkolt a spiritualitásba, ott meg azt mondják, hogy na, nem egy élet van barátom, hanem sok. Hú, de jó. Oké. Okay. Jó, de van karma is. Úgyhogy ezt valamikor elkezdted elcseszni, azt azóta mindig elcseszed. Azt ennek nem lesz vége a büdös életbe. És én mindig föltettem a kérdést, hogy rendben van, tényleg? Volt 6 hat életem, 60 életem, 600 életem, 6000 életem. És ha mindig mélylegre tesszük, sose csináltam annyiót, hogy ez egába legyen, mindig csak rosszat. Nem tudom, Nem logikus. Tudjátok, hogy miért nem? Azért, mert rendben van, hogy dualitás van. Rendben van. Azt mondom, hogy az a nap, ez a Föld. Az egyik fele mindig napos, a másik fele mindig árnyékos. Na de forog, érted? Forog. És az egyik fele mindig napos lesz, és a másik fele mindig árnyékos. Az kizárt, hogy ez ne legyen valamikor kiegyenlítve, az ki van zárva. Mert a világ másképp működik. Érted? És innentől kezdve azt mondom, hogy van -e egy másik megoldás. Hogy ezt az értem, hogy előző életek, értem, hogy karma, értem, hogy fájdalom, értem, hogy mindent értek. Ezt így nem lehet átfűzni. De. Ez ki tudja ezt megcsinálni? Te. De hát azt mondták, hogy ezt írt nem lehet. Jó, hát te tényleg elhitted. Egy-egy. Mások mást mondtak, én meg megint mást mondok. Miért mondom ezt? Egyszerűen tapasztalatból. Tapasztalatból. Ugye ezen a csigolyán megyünk végig. És ugye hol is van a lélek? Na most. Egy picit erről muszáj beszéljünk, mert a, a, testünk úgynevezett aranymetszés pontja az itt van. Itt a köldök, plexus solar, hara, ez a terület, ez. Ez. Hány elemből áll össze a test? ugye négy, négy jelen van, tűz, levegő, víz, föld. Ez a terület, ez ugye a vizes blokk. Ez itt az ájár, ez meg itt a vizes blokk. Ez az embernek a vizes blokkja, a, a, az egész szervezetnek a, Itt van az immunrendszerünk, ezt úgy hívjuk, hogy bélagy másképpen. És ez az aranymszés pontja is az embernek, és ez az erőközpontja is. És a csigolyasornak, ennek a csigolyasornak pedig képzeljétek el, hogy az aranymszés központja ez itt van. Ezen a területen. Pont ahol a szív tehát rögtön van két bázisunk, van egy teljes test, aminek itt van az aranymetszés pontja, itt, és van a gerinc szakaszunk, ennek pedig itt van az aranymetszés pontja. Két erő jelenik meg. Megjelenik a, a harában lévő harcos erő, és megjelenik a szolga. A szívnél is megjelenik. Élünk-e éveket, évtizedeket szolgaságban? Nem biztos, hogy a máséban, de a magunkéban biztos, hogy nekem ezt nem lehet. Amikor a szív erőtlenné válik, és kiesik a ritmusából, akkor szívritmus problémáid vannak. Amikor túlfeszítetté válsz, amikor nem csak az agyadban van már uh, egy kukta, ami fel akar robbanni, hanem az ereidben is, akkor magas a vérnyomásod. Miért? Azért, mert összeszűkülnek a feszültségtől az erek, és amikor a szív pumpál, akkor nem tud kitágulni és visszahúzódni, hanem szűk keresztmetszeten kénytelen végignyomni ugyanazt a mennyiségű vért, megpálcásodnak az erek, és ettől magas lesz a vérnyomásod. A tágó tereknél pedig persze természetesen alacsony. Ö, egyik se jó, az a jó, amikor neked ez jól működik. És a kérdés az, hogy tudod-e jól működtetni. Ha a szívben a lélek, persze ezt is tudjuk, hogy nem csak a szívben van jelen a lélek, hanem az egész testben, az egész auránkban, az egész energetikánkban, az egész létezésünkben benne van a lélek is, meg a szellem is. Mi a különbség a lélek meg a szellem között? Azt tudjuk-e? Hát, az összefüggés az, hogy egyiket se látjuk. És az is összefüggés, hogy mindegyikről tudjuk, hogy van. Hogyha... Csak egy picit finoman akarom, akkor az, az agyban van a szellem, hogyha így nézzük, és a szellemhez kapcsolódik a tudás. A lélekhez pedig a minőség. A minőség. Na most. A... Az önmagában ez a... ez a megfogalmazás egy érdekes dolog, hogy ikertulajdonságok. Miért nem azt mondjuk, hogy ellentét párok, ugye? Miért nem azt mondjuk, hogy ellentét párok? Azért. Pontosan éppen azért, amit elmondtam a Földdel kapcsolatban. Mert a dolgok kiegyenlítetten vannak jelen. Összetartozik ugyanúgy a gerinc meg a lélek, mint ahogy a hallgatás és a beszéd. Párban járnak. Párban. A párban járásról az jut hogy eh, amikor a beszolgáltatási időszak volt, hála Istennek régen volt, akkor eh, apósom egy idősebb ismerős séről mesélte, hogy eh, el akarták venni a kocsiját, meg a két lovát az embernek. És helyette inkább, hát tudta, hogy el, be, be, kell vinni, vagy beviszik, hogyha, ha megvárja. A lényeg az, hogy eladta a vásárba, a pénze meg bement a kocsmába. Aztán iszogatott. Az az egyiknek, amikor az ára elfogyott, akkor azt mondja, tárba jártak ezek. Hány menjen? Így legalább megitta. Szóval a, a párban járás az folyamatosan jelen van. Engedelmesség, uralkodás, alázatosság, öbbizalom, azonnali cselekvés, megfontoltság. Na most képzeljétek el, hogy van egy szakasz. A szakasznak van két vége, mint egy etalonnak, mint ahogy szokták mondani, mint a botnak. Van két vége. Ez olyan, mint egy mérleg. Az egyik oldalt pakoljuk. Nagy szívlapáttal toljuk be a dolgokat. Ha nem elég a szívlapát, akkor kérünk autót, hogy az hozza. Ha az se elég, akkor dózeroltatjuk oda a problémákat, hogy mi a rossz. Mi a nehéz? Mi a kilátástalan, mi a szörnyű, mi a borzasztó, mi a fájdalmas mi a beteg. És ezt így elhisszük. És miért hisszük el? Mert ezt látjuk. Ezt. Ezt nézzük egész életünkbe. Eszünk ágában nincs csinál elvenni a szemünket, és minden adat arról informál minket, hogy hát ez így van. Aki másik arra néz, ha igazad van Józsikám, éppen Mariska, igazad van, Á, hát ez, férfiak, ó, nők, ó. Nem. Ez csak az egyik fele. Mit kell csinálni? Mit kéne csinálni? Megfogni a kis bussikádat? Mondta senki, hogy ez is van, pedig mindig ott volt. Tudjátok, hogy mi a csoda? Az, hogy a negatív oldalon, a kilátástalanság oldalon, a fájdalom oldalon, a betegség oldalon, a hiány oldalon minél aprólékosabban föl tudott csorolni tételesen, euh, hogy mondják ezt, euh, táblázatba, hogy te mennyire vagy nem jó, tedd meg. Én azt javaslom, hogy tedd meg. És akkor persze ez a kérdést, hogy de hát akkor ez nem izé, nem ilyen izé, ilyen, ilyen negatív izé, be kategorizálás, akkor ugye akkor ez nem az. Lehet, hogy az, de lehet, hogy csak egyszerű lajstróba vettem azokat a negatív problémáimat, ami nekem van. Az összeset. Fölcímkéztem, a a pócra. Lehet, hogy vennék az egy másik házat, hogy a pócok elférjenek, de fölcímkéztem. Tudjátok, hogy miért jó ez? Mert amennyi az egyik, pont ugyanannyi a másik is. Semmivel se kevesebb. Tehát amennyire neked hiányos, beteg, fájdalmas, kilátástalan, nehéz, rossz, nagyon rossz, ugyanaz a másik végén ugyanúgy megjelenik pozitívban. Ha tudod, ha nem. Ha hiszed, ha nem. Mert pont egyforva van belőle, pont ugyanúgy, mint a nappal, meg, a, meg az éjszaka. Ugye most közeledünk Ivához, ott a leghosszabb nappal van és a legrövidebb éjszaka, december 21-én pedig a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka. Egyébként folyamatosan változik. De úgy általjába egy évre kiszámolva 50-50. Tehát ezek nem ellentétpárok, mert ugye, Mennyivel pejoratívabb azt mondani és hinni abba, hogy a férfinek ellentéte a nő. A nőnek meg ellentét a férfi. Mondta az Antall Imre annak idején, hogy meg vagyunk elégedve a TV elnök kell egymás fizetésével, a TV elnök az enyémmel, én meg a TV elnökével. Szóval, az életünk tele van ikertulajdonságokkal, és ezek az ikertulajdonságok ugyanígy megjelennek a gerinc két oldalán is. Tehát nem csak a rossz, hanem amennyi rosszat, nehezet, megoldása várót találunk, abban ugyanannyi van a jó is. És amikor nagyon sok rossz van, akkor nagyon sok jót teszünk oda hozzá, mellé. És amikor ezt a nagyon sok jót mellé tettük, ott akkor a kezelés közben a lélek gondolkodás nélkül oldódik föl, olyan, mint amikor már nagyon köp is és egyszer csak úgy gondolod, hogy elég, és egy darabig olyan jó meleg. Hát aztán meg kicsit szégyelézem meg magát, de akkor olyan jó. Na, úgy oldódjuk, gyerekek. <laughs> jó. Óvatosság, bátorság, nincs telenség, korlátlan birtoklás. A kötődések hiánya, hűség. A figyelem középpontjában lét, húzódás, A halál megvetése, az élet. Közömbösség szeretet. Ö... Amikor ezeket az ikat iker tulajdonságokat elkezdtem feldolgozni, akkor ö, egyrészt, ö, egyrészt elkezdtem remegni, aztán elkezdtem rinni, aztán mondtam a tündének, hogy te figyelve csak foglalkozni kéne, mert ennek elég komoly hatása van. Aztán ő ugyanezt csinálta, akkor mondott hozzám néhány keresetlen szót, hogy ö, hova menjek én, hát ha vár valaki, hogy ezt ebben nem kéne. És azt mondtam, hogy ha ez rád is ennyire hat, akkor ebben foglalkozni kell. Már csak azért is kell foglalkozni, hogy ne menjünk el, ne akarjunk eltérni előle. Csak erről van egy egész, egy egész nem csak egy, hanem egy, azt hiszem, hogy egészen pontosan két, két órás előadásunk, ami pontosan ezt a, ezt a dolgot bontja ki. Miért fáj a leggyakrabban, illetve hol? Hát ugye alapvetően a vállak és a lumbáliség olyan szakasz. Miért fájnak a vállak? A várnak azért fájnak, mert túlvállaltam magam. Sok rajta a teher. A teher honnan származik? Háromféle, mint a tehernek, ismerjük háromféle tehenet, fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a bácsi farkát, nem, nem így van, jó van. Szóval a terhek azok háromfélék, három főcsoport van, három halmaz. Az egyik az a teher, amit nekem teher, amit én magamra vállaltam, nem egészen így van, hanem az a teher, amit én most ebben a pillanatban úgy érzek, hogy ez nekem teher. Mi ez? Menjél már fürödni. Jó, de előtte fogat kéne mosni. Nekem most nincs, nincs, kedvem. Én nem akarok. Ezt és ezt és ezt és ezt és ezt meg kéne csinálni. De nincsen hozzá kedvem, mert nem szeretnék. És visszaemlékszem arra, amikor még e... így bent. Reggel ötkor kipattandom az ágyból, így, és energikus voltam is, így ment minden. Most meg vonszolom magam. Egyszerűen azt megéreztem, hogy rám nehezedett az élet. Tehát ez a sok, sok nehéz elég. A második rész a háromból, amikor ezt én úgy hívom, hogy ez a jónak lenni jó kód. Olvastuk mindjárt talán a légy jó, mint ott, ugye? Tehát abba fehéren, feketén le van írva, tessék? Muszáj, Muszáj, volt. Ott a pont. Muszáj volt. Én is csak egyszer olvastam el. Elég volt. De ez a forgatókönyv köszi. Mit írnak ott le fehéren, feketén? Hogyha másoknak föltétlen meg akarsz felállni, akkor elfordulnak tőled a szüleid, a tanáraid, a diáktársaid, kirabolnak és megszégyenítenek. Ez a köszönet a másoknak való megfelelésért. De mi nem elégszünk meg ennyivel. Mert nem csak meg akarunk felelni másoknak, ami már a léleknek sok, hanem még mások válláról is igyekszünk terheket átvenni a milyenkére, abban a hamis tudatban, hogy ha majd az ő vállán nem lesz annyi teher, akkor majd rám több figyelem, több türelem, több szeretet, több idő jut. Ugye? És ez így is van. Karinti Frigyes. Az van, hogy ő észese vette, hogy én milyen jó kis pajtás vagyok, ugye? Én vettem észre mert már nem nagyon tudok mozorogni, akkor a teher van rajtam, és még mindig bízom abban, hogy majd, hát ha észreveszi, azt kapok egy szenvillanást egy pislantást, egy, egy jó szót, egy érintést. Azt mit kapok én helyette? Ami a kancából kimaradt, az bizony. És van egy harmadik rész, amikor a teher résznek, amikor már nem nagyon tudom azt, hogy megnevesíteni, hogy most ezek az én terheime, vagy másoktól átvállalt terhek, hanem egyszerűen azt veszem észre, hogy van egy ilyen virtuális lelki szemétlerakótelep a vállamon, és rám van írva, hogy virtuális szemétlerakó, amúgy egyébként egy hülye palimadár, azt ide, bárkinek bármi baja van, ide nyugodtan talicskával öntheti, ez bírja. Azt tényleg bírod is. Még egy darabig még büszke is vagy, ó, oh, mennyire bírom én, ugye? És egyszer csak, egyszer csak elég. Egyszer csak már nem bírod. Mi fog téged figyelmeztetni arra, hogy nem bírod? Hát, a porckorunk. Mert így, így kidugja a nyelvit, és azt mondják, hogy sérved van. Hát, azt akkor vagy megműtik, egy egynapos műtéttel 700-tól másfél millió forintig, egy nap. <kül> És akkor mi van? A leveszik, de egyébként semmi más nem változott. Mert a terheid ugyanúgy vannak, ha csak nem vagy olyan perverz, hogy neked, ha műtik, meg ha kifizetté mondjuk legalább egy milkát, na ugye, mennyit tettem magamért? Mert lehet, hogy lelkileg ez is segít. Oké, okay. ezek mind ott vannak a vállon. Na de az a teher, ami ott van a válladon, az hun van még? Hát ott a hátadon is. És hogyha emlékezzünk arra, hogy afrikai nők hatalmas nagy terheket visznek a fejükön. Így mennek. Így. Vagy így. Tehát amikor óriási nagy teher van a válladon, akkor nem ugrálsz, akkor mind aki tojásokon lépked, vagy becsinált. Tehát olyan nagyon-nagyon óvatosan minden megfontos, hogy a terhelés, a súlypont az jó helyen legyen. De ettől, hogyha a te csigolyasorod olyan, és olyan a lelked nyilván, akkor ez eldől, eldőlhet. De az egésznek a végén, a legalján, ugye a medencénk, a keresztcsontunk, végén a lumbális ötös csigoly egy ekkora darabon fekszik föl, és ez is egy ilyen, kicsit ilyen ferde formában, és az összes teher végül is az ott landol. És alapvetően a lumbális csigolya szakaszon, vagyis ezen a részen, az összes vállakon lévő teher az végül is itt landol az összes. A gerincsérvek hány százaléka van ezen a területen? 90 plusz. Mert ott van a legnagyobb teherviselés. Ott bizony. Ö... Van, aki persze ezt megcáfolja, mert ma volt egy olyan kezelésem, hogy a, a fiatal hölgynek három nyaki volt, és csak egy lumbális. Tehát van, aki ezt azért másképp csinálja. Na most, miért fáj a leggyakrabban? Azért, amit az előbbit elmondtam, elsoroltam nektek. Ez a teher része. A következő, amikor uh, itt a hátad környékén, itt ahol a szíved van, megjelenik egy nem feltétlen jó indulatú tenyér, és így erősen rátart a hátadra, és így elkezít taszítani így a fődnek. Ő ezt teszi abban a tiszta tudatban, hogy ő úgy gondolja, hogy nekem, illetve annak, aki, akinek a hátára tette a a kezét, hogy annak a másiknak föltétlen meg kell hajolni. Ez úgy van, hogy. Maradjál. Az a feladat, hogy nem kell csinálni semmit. Tehát ezt most mondom, hogy nem kell csinálni semmit. Az a kérdés, hogy te mit csinálnál? Jó, erre figyeljünk. Én most ledobom ide ezt a zsebkendőt. Én azt mondom, hogy te figyelj, ezt szerintem föl kéne venni. Föl kéne venni, hát annál is inkább, mert hogy hozzád van közelebb. Arra nem is beszélve, hogy én azt mondtam, hogy te vedd föl. Na de én azt mondtam, hogy vedd föl, jó? Tehát vedd föl. Azt mondtam, hogy vedd föl. Fie, munkaköri leírásodok benne van, hogy amikor én azt mondom, hogy neked föl kell venni, akkor ezt neked föl kell venni. Értitek a izét? És uh, ugye megbeszéltük, hogy semmit nem kell csinálni, de mégis az emberben azért ott van, főleg amikor már keményebben rászólnak, hogy ó, az a inkább akkor fölvenném, jó? De közben, mert az agyban megoldottam, de közben a lelkem mit csinál? Hülye vagy? Hát ne vagy beadnál a derekad. Hát nem szabad. Na de figyelj már, hát, izé, hát ki fog rúgni ez a rohadék, hát hogy viszek haza a családnak. És akkor elindul egy erő így, meg elindul egy erő így, így. És ez a nyíró mozgás, ez megjelenik a gerincedbe. Akkor, amikor ekkora terhelés van, akkor mit csinál a hosszú hátizom? Így áll be. És fogja a gerincoszlopodat azért, hogy ez ne tudjon megtörténni. Ne tudjon megtörténni. Megtörténni. De megvalósulni se tudjon. És akkor, erre az óriási nagy erőre még jön egy nyíró mozgás. Hát a jó Isten nem tudja megmenteni azt a te derekadat, gerincedet, portkorongodat, amikor ekkora erők hatnak. Pedig hatnak. De mi van akkor, hogyha ezt én másképp mondom? Figyelj, az előbb csak vicceltem. Vedd már fel nekem, Léci, azt a papír Köszönöm szépen. Akkor az az erő nem hat. Mert akkor ott van, ott vagy te, hozzátetted saját magad. Nem véleménykülönbség van, hanem együtt gondolkodás. Értjük a Értjük a dolgot. Ö, és van egy harmadik része ennek az egésznek. Amikor te azt gondolod, mindenvel együtt, amit én eddig elmondtam, azt gondolod magadról, nem sikerült se másnak téged letéríteni arról az útról, se magadat nem sikerült letéríteni arról az útról, hogy te igazából jó ember vagy, hogy te jól tudsz szeretni. És jó tudod elfogadni azt is, hogy mások szeretnek téged. És erre időről időre teszel próbákat is. Hogy ö, először magaddal, magunkkal próbálkozunk, hogy elhiggyük azt, hogy amit mi csinálunk, meg ahogyan kinézünk, az Isten igazából jó. Az szép, az kerek, az kívánatos. Az elég. Elég jó. De te lehet? Lehet olyat mondani, hogy én elég jó vagyok? Amikor eddig mindig azt mondták, hogy én elég hülye vagyok. Elhittem. De biztos, hogy tényleg hülye vagyok? Vagy lehetek tényleg elég jó is? Én azt gondolom, hogy lehetek elég jó. Abszolút. És akkor ez nem ilyen beképzeltség, meg önhit, meg ilyen, ilyen izé, stigmák. Ez az öngyógyításod, az egészséged záloga. Ha stigma, akkor stigma. Döntsd el, te tudod. És mindevel együtt egyszer csak mégis azt gondolod, hogy vagy olyan perverz, hogy akarsz kapni visszajelzést a saját értékeidet illetően, hogy Ugye? Milyen finom volt az a leves? Ugye milyen szépen lenyírtam a füvet? Ugye milyen jó sikerült a hajam? Ugye milyen klassz a ruhám? Ugye milyen isteni finom a szájszogod? Hát a többi jó, az, amíg változtassá. Szóval, hogy elindul bennem egy ilyen visszajelzésre való igény, hogy Nem vette észre. Majd biztos holnap. Vagy nem jó, csináltam. És amikor a másik dereka nem hajlik meg előtted, és ilyenkor nem térden csúszásról, tapnyalásról, práne nem más másnyalásról beszélgetünk, hanem egy pillantásról, egy visszaigazolásról, hogy igen, ízlik neki az a leves egy kicsit másképp, mint ahogy a székely mondja, hogy 50 éves házassági évfordulón ugye kérdezi az anyjuk, hogy szeret még engem? Mondtam, hogy majd, ha változik, szólok. Még nem szóltam, de ne is várd meg, hogy szóljak. Szóval, hogy Szükség van arra, hogy legyen kapjunk visszajelzést. Szükség van arra, hogyha nem kapunk visszajelzést, akkor az hiányként van jelent bennünk. És ami a legnagyobb probléma, hogy a mi derekunk fájdul meg tőle. Tehát három fő dolog van: a teher, a meghajlási kényszer és a visszajelzési hiány. Ez a három fő dolog az, ami vagy 3333 33 ban van jelen, vagy más százalék arányban, de ez a három dolog mind a három jelen van akkor, amikor valamilyen fajta gerinc problémával küzdködsz. És addig, amíg ezek a problémák jelen vannak, addig a megoldás az csak visszafogottan jelenik meg, és ö, ugyanúgy, mint egy, ö, mint egyébként, ciklikusan, számsorosan, hasonlóan, mint ahogy a Fibonacci számsor is, ami egyébként az aranymetszésnek a számsor alapja, ugyanilyen ciklikussággal jön vissza ugyanaz a probléma, csak másként. Egy máskorban, egy más minőségben, máshogyan. Tehát ezért meg lehet, tehát ezeket fel kell tudni oldani. És azért szoktam erről beszélni, kihagyhatatlanul, mert addig, amíg az az ember, akivel együtt vagyunk, és a gyógyulását, az egészségét e, szeretnénk minél hamarabb e, megkapni, ahhoz, hogy az az egészség az talpra tudjon állni, ahhoz mindenképpen tudnia kell annak a másik embernek, hogy neki mi a problémája. És amikor ezeket én elmondom, akkor ezt ő konstatálja magában, és akkor rendben van. Kétféle változat szokott lenni, van, aki végtelenül hálás, és örül, és boldog, hogy most ő rávilágítottam, és rendben van. A Múltkorában volt egy, egy kertész ember, így fogta meg a zsebéből a kivett pénzköteget, így fogta meg. Több volt, mint ami nálam szokott lenni általában. <laughs> és megkérdeztem tőle, hogy a végén, hogy hát hogy látja ezt az együtt dolgozásunkat így eredményileg, Hát ez a tekergetés, csavargatás, ez jó volt, azt az elejét azt kihagyhattuk volna. Tehát, de mondtam neki, ember, ez az eredmény ez nem lett volna akkor, hogyha azt az elejét... Mert hogy rendszerben kell, rendszerben tudunk gondolkodni. És én, én is azt szeretném, én azt szeretném, hogy te is rendszerben gondolkodj. Rendben és szerben. Tudjuk, hogy mi a szer? A szer az az isteni törvény. Van egy ilyen napunk, ugye, ez a da. Van egy ilyen elemünk, és azt is tudjuk, hogy ez az ötödik elem. Ugye van négy elem, és ez az ötödik, ez a szer elem. Ha van szer elem, a szer elem jelen van, akkor az összes többi elem is jól tud működni. És ha persze van, amikor biciklit szerelem, tehát az is van, de nem erről beszélünk most. Szóval ez a három fő dolog az, ami egy gerinziógyítás előtt biztos, hogy megjelenik, addig, addig én semmiképpen nem nyúlok senkihez, amíg ezt nem tisztáztuk. Ugye ez a fájdalom, ez, ugye erről beszéltünk, itt van a keresztcsont, itt fekszik föl az egész csigolyasor, és ez a fájdalom megy tovább a combnyakon keresztül a combcsontok felé, másik oldalon a váll, térdek, vádli, és aztán egészen le a lábakhoz. Attól függ, hogy milyen élethelyzeteket élünk meg, és hogyan van éppen a lelkünk a testünkben, ahhoz képest van, hogy kinek a válla, kinek a derek a háta, Kinek a térde, kinek a lába fájdul meg. Minden egyes fájdalom mögött ott van a, a lelki háttér. Van egy kedvenc sztorim a térdel kapcsolatban. Egy, egy fiatalasszony jött el, a 40-es évei elején tartott, a férje mondta neki, hogy ő neki oda el kell jönni. Tehát ő önként is, dalóva eljött. A, a fia vállára támaszkodva jött be, a jobb térde volt az, amit már december úta ótottak, és még mindig nem volt jó. És akkor én elmondtam fél órában nagyjából, hogy az az ő tér problémája az mitől van, és mondtam neki, hogy legyen szíves, álljon föl a fotelből. Fölállt és mondtam neki, hogy én is odaállok ön elé, ide kitettem a kezem, és kértem, hogy fogja meg a, a kezemet. És akkor megfogta, nem értette, hogy, hogy, miért van, és mondtam neki, hogy emelje már meg, legyen szíves a bal lábát. És így állt. Én megnéztem. És egyszer csak leesett a tantusz, hogy ő azon a jobb térdén áll, azon a jobb lábán, amire még jövetbe se tudott ráállni, amit fél éve ótanak, és akkor visszarogyott a fotelba, és következőket mondta. Ide hallgasson. Engem még életemben nem szégyenített meg senki úgy, mint ahogy most itt maga engem. És rá kellett, hogy jöjjek, hogy neki az élete egyedüli támasztéka volt az, hogy végre fél év óta fájt a térde, mert így legalább figyeltek rá, meg így legalább gondoskodtak róla. És nekem nem lehetett volna, nem lennett volna szabad, csak én akkor még ezt nem tudtam. Én sem tudtam ezt, hogy, hogy nem szabad lett volna, és egyébként is egy nehéz ügy ez, mert a fájdalom megszüntetése okán jön oda, együttműködő a lelke, megoldódik, feloldódik a helyzet, viszont az agya, az nem volt képes ezt fölfogni, hogy gyakorlatilag olyan volt, mint egy kisgyerek, egy 41 néhány éves kisgyerek, akinek elvették a játékát. Hála Istennek, nem mindenki ilyen. Mit tegyek, hova menjek, kit válasszak? Azt tudjad, hogy mindig van megoldás. És a megoldás az mindig benned van. A megoldás, amit te magadban eldöntöttél, hogy innentől kezdve te egészséges vagy, az úgy jelenik meg, hogy elkezd szétáradni a, ez a lélekérzés a testedbe, és úgy érzed, hogy mintha egy egy isteni szikla, mint egy iklet jelenik meg itt az agyadban, a homlokodban, a harmadik szemednél. És ez úgy jelenik meg, mint egy lélekérintés. A lélekérintés az valami olyasmi, amikor, mint amikor hallod, hogy repül a galamb. Van egy finom érzés. Átsuhan rajtad. És és egyszerűen megérint. Tud, hogy amikor egy ilyen, egy ilyen találkozáson vagy, egy ilyen terápián vagy, tud, hogy ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik, de nyitott könyv vagy előttem. És én is nyitott könyv vagyok előtted. Bármit gondolsz magadról, igazad van. Bármit gondolsz rólam, igazad van. Amit én mondok neked, semmit ne higgy el. És semmit ne fogadj el. Igaz, hogy amiket én mondok, azt azért mondom, mert nagyon sok tapasztalat van mögöttem, és, és azért mondom, mert tiszta aggyal, tiszta lélekkel, és rengeteg tudással, és nagyon-nagyon sok tapasztalattal mondom, amit mondok. De ezek az információk, ezek az enyémek. Ez nem a tied. Ez az enyém. És akkor tudunk tovább haladni, hogyha ez a kettő, ez egybe for. És ez egy lélekérintés. Összeér mint két békegalamb, nem a pukiró gondolok itt most, hanem valóban, összeforr az a két lélek. összefor és egyé válik. Persze felteted a kérdést, hogy jó, de a terápiás körülmények között, az hogy, 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 hogy valósul ez meg? És mit kell ehhez tennem nekem, aki igénybe veszek egy ilyen terápiás találkozást? Az elég, hogyha azt mondom, hogy semmit az égtől egy világon. Tehát semmit ne tegyél. Ha ott vagy, az bőven elég. Ahhoz, hogy a csoda meg tudjon történni. Bármit kérdezhetsz, bármit megkérdőjelezhetsz. A kérdések azért jók, mert a kérdésekre válaszokat kell adni. És amikor a kérdések és a válaszok kiegyenlítődtek, akkor amikor nem maradtak benned kételjek, kétségek, kritikák, hanem azt mondod, hogy aha, oké, okay, akkor menjünk, és, és, akkor, és akkor csináljuk. De amíg ez nincs meg benned, addig ne gondold azt, hogy neked bármennyire fáj, én majd bármennyire meg akarlak téged gyógyítani. Eszembe sincs. Nem akarlak téged meggyógyítani. Még a pénzedért se. Az érzésedér viszont igen, és akkor már látszik, hogy nem én akarlak téged meggyógyítani, hanem neked segítek én abban, hogy te az egészségedet minél hamarabb el tud érni, és meg tud tartani hosszú távon. És akkor elindul egy érintés. No hát, én azt szoktam kérni, hogy most lehet, lehet humorosan mondom először, és aztán majd látjátok, hogy... Tehát ez annyira nemes, ami, ami amiben itt foglalkozunk, hogy gyakorlatilag nem telent. Egy nem számít, hogy férfi vagy nő. Itt mindenkinek le kell vetközni mesztelenre. Itt nincs mese. Nem, vicceltem. <gül> 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 <Tessék>? <gül> 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 Egyébként ez lenne az ideális, hogy a kezelő is, meg a, aki, aki kezelt minőségben van, hogy tökéletesen fedetlen legyen. Azért most nem csillogott annyira. A szem. Egyébként tényleg. Tehát Polinéziában például ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Egyébként az oroszok se foglalkoznak ezzel, tehát abszolút nem. Tehát föl sem merül kérdésként, hogy ez másképp van, mi egy kicsit ilyen skatujások vagyunk. És egyébként teljesen jogosan, mert amikor arról beszélek, hogy testérintés, és egyáltalán elindulunk abba az irányba, hogy, hogy fel kellene majd vallagni lassan a kezelőasztalra, vagy a kezelőágyra, akkor Fölmerül egy kérdés, hogy mennyire kell levetkőzni. Ugye rögtön fölmerül egy kérdés. Ha, ha csak úgy nem, de most már hozzám azért ilyenek nem nagyon szoktak jönni, hogy bejön az ajtó, hova kell levenni a ruhát? Sehova. Hát, hogy ha, ha csak nem bugyiba, melltartóba akarsz beszélgetni velem, de amúgy egyébként. Na szóval, hogy elmondom, hogy itt egy test-test érintés következik. Tehát amikor a bőr érinkezik a bőrrel. Ezért én azt szoktam kérni, hogy hölgyek bugyira melltartóra, urak pedig gatyára vetközzenek. Ebből pedig az is következik, hogy az urakat nem szoktam arra megkérni, hogy hozzanak maguk a melltartót, és az urakat se, hogy hozzanak, vagy a hölgyeket, hogy hozzanak magukkal gatyát. Tehát, hogy hölgyek bugyi melltartó, urak gatya. De ez sem kötelező. Mindenki eldönti, hogy ő mennyire szeretne levetkőzni. Illetve mennyi ruhadarabot akar magán Ez is egyébként egy sokat mondó dolog. Mert minél több ruhadarabot hagysz magadon, annál inkább van egy elszigetelődés, és minél több ruhadarabot akarsz levenni magadról, annál jobban van egy nyitottság. De ennek is van egy fordított dolga, mert én találkoztam már naturistával is, aki így dobott le magáról mindent, és attól még az átság az ugyanúgy volt. Tehát a, az, hogy ő szabadon él vetközés tekintetében, az nem jelenti azt, hogy egyébként a lelki zártságok azok ott ne lennének. Mert azt, azt meg a fizikai test érintése, azt ugye elárulta. Szóval, hogy érintés. Tehát az érintés az alapvetően egy, test-test egy kontaktus, és, és egy, egy érdekes dolog. Mert akkor is érdekes ez, hogyha nem egy forma a nem. Vagyis, hogy egy hölgy fekszik az asztalon, és én pedig férfiként érintem azt a hölgyet. Akkor is érdekes a helyzet, mert én az ő számára egy teljesen vadidegen férfi vagyok, vagy egy teljesen vadidegen ember. Egy teljesen vadidegen ember, aki még ráadásul egy idegen férfi is. Hogyha férfi az illető, akkor megint ugyanaz a helyzet, hogy az ő testéhez egy idegen férfi nyúl hozzá. És akkor ugye mindenki tudja magáról, hogy senki se olyan. És ritkán szoktam mutogatni azokat a felvételeket, amikor a, a barátaimmal az andrási úton vonulunk. De nem... Uh, és uh, ugye érdekes, uh, érdekes szituációk tudnak lenni egy-egy ilyen érintés kapcsán. Uh, egy pár évvel ezelőtt hallottam a történetet uh, hiteles forrásból. A hölgy mondta el, aki, akivel, ez, akivel ez megesett ez a dolog, hogy a férfi masszőr addig masszírozta a combját, olajos masszázs volt, ez egy nagyon síkos olaj volt, valószínűleg a világ legsíkosabb olaja lehetett. Mert egyszer csak a hölgy azon vette észre magát, hogy fél könnyékig becsúszott a, az, az ember a combhajlatba. Nem, nem tudom, hogy bélyebben, hogy hogy, de szóval, hogy... Na, hogy Ilyen is előfordul, és amikor, a, amikor az emberrel ilyen előfordul, akkor ö, alapvetően bizalmatlanná válik, hogy az, aki ott teszi-veszi magát, és ő akar valamit rajtam csinálni, akkor hogy azért, hogy tartsa már be a szabályokat. Na. tehát, hogy azért na. Úgyhogy ö, óriási felelőssége van annak, aki a, a kezelést végzi, e tekintetben is. És az érintéssel kapcsolatban még annyit szeretnék, hogy hogy ö, egyáltalán, hogy, ö, hogy levetkőzni és, ö, és egyáltalán odaadni magam egy kiszolgáltatott helyzetben ö, furcsa dolgokat mutat meg az élet. Én találkoztam egy olyan hát, egy fiatal asszony, 20 éves, tehát a 20 évei eleje derekán járt, és elég sokat beszélgettünk. Én ilyen érintős gyerek vagyok, tehát amikor beszélek is így megérintem. És akkor ez is, ez is, egy csekkolás egyébként, hogy, hogy ki hogy reagál egy egyszerű érintésre, egy, egy párbeszéd közben érintésre, és láttam, hogy ez a fiatal asszony rosszul reagál. És elkezdtünk erről beszélgetni, és egy kicsit kapaszkodtam aztán a székbe, mert hogy elmondta, hogy ő neki négy éves korától, négy éves korától, hogy mit kellett otthon megcsinálnia. Nem megyek arre a részletekbe. Engedjétek el a fantáziátokat, borzasztó. Öm. És nem tudom megint csak az érintéssel és a vetkőzéssel kapcsolatban, nem tudom, hogy kinek milyen a vallása. Nem tudom, hogy kinek milyen a prüdérihez való viszonya. Nem tudom, hogy kinek milyen a testképe. Öm. Van olyan, aki saját magát se szereti érinteni. Tehát, hogy ha hát bizonyos területre pláne nem nyúlunk, elég, hogyha megfürdjük, ott az kész. Tehát, hogy ne tapogasson engem még én se. Szóval, ilyen is van. Tehát ez a terület, ez egy, ez egy óvatos dolog, és, és én ezt mindenkire szabadjára hagyom, hogy, hogy ezt, ezt hogyan, hogyan szeretné csinálni. Nem az a lényeg, hogy őt ki kibillentsük a komfortzónájából, hanem az a lényeg, hogy sokkal jobban bekerüljön az ő saját komfortzónájába. Tehát nem, itt nincs olyan, hogy mit kell csinálni. Semmit nem kell. Mindent lehet. Mégis én azért ezt a gatyás-bugyis melltartós történetet azért preferálom, mert hogy ott már létrejön egy nyitottság alapvetően, létrejön egy bizalmi helyzet, egy bizalmi légkör, és, és szabadon látom a, a testet, a gerincet legalábbis, ami a mi szempontunkból fontos. Persze a hasonfekvő helyzetben, jelenik meg, tehát mindent hasonfekvő helyzetben kezdünk, azon egyszerű oknál fogva, mert hogy ott jobban hozzáférni a gerinchez, mint a másik oldalon. Hogy ugye ha egy hölgy esetében, hogyha ő és a gerinckezelésről beszélünk, akkor ez egy alternatív módja, amikor a mellek masszírozásával kezdünk. Tehát ott is lehetne, de nem ott kezdünk. Praktikus okok miatt, mert hogy az egész melkas meg a belső szervek alapján, tehát érint ott is az ember, és ott is hatást vált ki, de más, az egy másik, az egy másik dolog. Viszont, viszont megjelenik ezen az érintés soron, megjelenik az az érzés a lélekérintés után, megjelenik egy olyan érzés, hogy hazaértem, hogy itthon vagyok, hogy biztonságban vagyok, hogy ez az, ami az enyém. Lehet, hogy ki, is tud, ki tudja, hogy mióta nem éreztem ezt, de most végre érzem. És ez egy olyan, olyan áldott állapot, egy olyan csoda érzés. Szégyen, nem szégyen. Nagyon sokszor előfordult olyan, hogy az örömtől potyogott a könnyem. A meghatódottságtól, az áhítattól, attól a csodától, amit mi ott abban a terápiás helyzetben megélhettünk. Avval a másikkal. És teljesen mindegy, hogy tényleg mindegy, hogy milyen korú és milyen nemű az a másik. Mert itt két létezőről beszélünk. Két ember, aki most éppen ilyen fizikai testben van. És van ez a hazaértemérzés, hogy de jó. És ahogy megyünk tovább, ö ezek a, ezek a lépcsőfokok, ezek lehetőséget adnak arra, egyre, ta, egyre, nagyobb lehetőséget adnak arra, hogy egy csomó dolgot el tudj engedni, és be tudj fogadni. Mindazokat a mintázatokat el tudod engedni, ami ott, abban a szent időben, abban a szent térben feloldódott állapotban van, vagy feloldódott állapotba került, ezeket mind el tudod engedni, és a helyére tudunk behívni. Nem kell nekünk csinálni semmit. Ez automatikusan érkezik meg, amikor már nincs akadály, akkor megérkezik ez a, ez a befogadás érzés. És bizony, ekkora már a fájdalmak feloldottak, nem csak a fizikai testben, hanem a lélekben is. Ez úgy néz ki, hogy ez a gerincvelő, ezek a kilépő ideggyökök, ez pedig az izomrost. Hogyha a kilépő ideggyök lazán fut, lazán mozog, akadálymentes az izomrostban, akkor ez azt jelenti, hogy az izomros sejtszinten szinten laza. Akkor viszont, amikor terhelt a gerinc oszlop, elkezd terhelté válni, akkor ugye a hátizmok, a gerinc elkezdenek rázárni, és akkor, amikor kilép az ideggyök, akkor egy ilyen rázárt állapotot hoztunk létre. És nem csak az ideggyök az, ami zárt állapotban van, hanem a véráramlás is, meg, a, meg az energiaáramlás is akadályban van, akadályozottságban van. És akkor nem működik a visszacsatolás. A gerinc lélek célterület, célterület, gerinc lélek központi idegrendszer. Viszont amikor végigvittük ezt a folyamatot, nagyon finom, lassú mozgással. És feloldódott a lélekből is. Honnan tudom, hogy feloldódott a lélekből is? Mert végig az egész hátat több sorjával. És én ezt úgy hívom, hogy létrejön egy keltésztaszerű állapot. Egy keltésztaszerű állapot. Ebből létrejön egy ilyen keltésztaszerű állapot, és föl kell. Tehát másabb az állaga az egész izomrendszernek, föllazult, és onnantól kezdve, amikor ez az állapotot étehoztam, onnantól kezdve lehet elkezdeni a mozgatást az én véleményem szerint. És akkor megjelenik egy ilyen, egy ilyen eszencia, amiben nem be van zárva a gerincoszlopot az egész bordával, hanem az életed eszenciája jelenik meg. Amikor ezt megnyitod, akkor semmi más nem kell csinálni. Egyszerűen árad. Szétárad a testedben, szétárad a lelkedben, szétárad a gondolataidban, szétárad az energetikai rendszerben, az, az összes rendszerben, még a csontok szerkezetében is. És ez egy szabadság. És a szabadság egyébként az aranymetszés spirálja ez, és ez csak azért fontos, mert ugyanazok az energetikai mintázatok jelennek meg a tejútrendszerben, mint a mi energetikai rendszerünkben, mint ahogy a DNS-ünkben, az auránkban és az egész világegyetemben. És akkor van az egy igazi oldódás, amikor ezt a, ez, ez az összekapcsolódás ez létrejön. Amikor ez az összekapcsolódás megvalósul. És amikor ez megvan, akkor onnantól kezdve elkezdünk mozgatni. Elkezdünk mozgatni. A kezeket, a lábakat, a karokat, és minden egyes mozgás a láb kis csontocskái, a fej mozgatásán keresztül minden egyes technika, amit egyrészt megtanultam, másrészt alkalmazom és igyekszem továbbfejleszteni, onnantól kezdve nem csak a mozgatás jó, jótékony hatása az, amit megjelenik. Hanem a mozgatás, a mozdítás az folyamatosan mindig egy visszaellenőrzés is, hogy abban a pillanatban milyen állapotban van a tested, és a testben milyen állapotban érzi magát a lélek. És amikor egy picit meg tudom emelni a, a térded, a combod, és akkor elmondom, hogy ez mitől van még ez a feszültség ott. És ezt elmondjuk, megbeszéljük szemtől szembe, mindig, és akkor nézd meg, már 5-6-8-10 centivel már föntebb tudom emelni. És igazából nem rángattuk, nem masszíroztuk, nem csináltunk semmit, de csak fizikailag nem. Az érzelmeinkbe igen. És akkor valóban megjelenik egy, egy légyönyörűség, És a kérdés az, hogy ez mennyire tud tartós lenni. Annyira, amennyire hagyod, hogy ez működjön. Nem tovább, és nem kevésbé. Addig. Van-e olyan, akinél ez nem működik? Nincs. Illetve az együttműködés százalékos arányán múlik az adott az adott tevékenység sikeressége. Hogyha megnézitek a Gerinc Manufaktúra honlapját, az első nyitó oldalon azt írtam ki, hogy az első találkozáskor 30-70%-os a siker, vagy a gyógyulási arány, vagy a fájdalom csökkenése. És ez nagyon-nagyon ritkán van 50% alatt sokkal inkább fölötte. A maradék, a, maradék százalék arány az, az vagy egy-két, vagy két-három találkozás, vagy esetleg valakinél négy-öt találkozás, hogyha a 30 százalék körül vagyunk, annyi idő alatt lehet a száz százalékot visszahozni. Ugye ez ennyi, ennyi találkozáson keresztül, és Amit létrehoztunk, amit ott megvalósítottunk, ami, amit minden további nélkül lehet azt mondani, hogy ez egy csoda, akkor megtapasztalod azt, hogy ezt a csodát, ezt nem valaki hajtottad, hajtotta végre rajtad. És nem én vagyok az, aki megcsináltam neked. Veled együtt csináltunk valamit, hoztunk létre valamit, tapasztaltunk meg újra valamit és nem én vagyok a te gyógyítód, hanem a gyógyulásod útján, azon a hídon, amiről beszélgettünk az elején, te azt a döntést hoztad, hogy velem akarsz kézen fogva átballagni a híd egyik oldaláról a másikra, a folyó egyik oldaláról a másikra. És a tapasztalás az közös, de a siker az mindig a tied. Mindig az mindig a tied.